Gyulai törvényszék változatlanul, időszerűen és magas szakmai színvonalon működik, hangzott el a napokban az összbírói értekezletet megelőző sajtótájékoztatón. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke kiemelte, a gyulai törvényszék méretét tekintve országosan a közepes méretű bíróságok közé tartozik a létszám vonatkozásában, feladatát 8 különálló épületben ellátva. Senyei György hangsúlyozta, tavaly az elmúlt évtized egyik legnagyobb beruházása történt a vármegyében. Az OBH finanszírozásában a Szarvasi Járásbíróság épületének teljes rekonstrukciójával. Az elnök a gyulai törvényszék ítélkezési gyakorlatáról is beszélt. Befejezés érkezés arány egy releváns adat, és 2023-ban a gyulai törvényszéken. Egyébként ez az ország bíróságainak jelentős részén szintén szerencsére így volt, hogy meghaladta a befejezett ügyek száma az érkezett ügyek számát, és ezzel így az ügyhátralék értelemszerűen csökkent. A folyamatban levő ügyek számával és az ügyhátralék a gyulai törvényszéken évek óta folyamatosan csökkent. 2023-ban az előző évhez képest 3529-ről 3360-ra mérséklődött. A gyulai törvényszék 2023-ban is teljesítette alapvető alkotmányos jogát, fogalmazott az elnöki összefoglalót követően Bagdi Árpád Gyula, a gyulai törvényszék elnöke. A törvényszékek országos sorrendjében a Vármegye a 12. helyen áll az ügyforgalom érkezési mutatói alapján, a peres ügyek tekintetében pedig a 13. Bagdi Árpád Gyula kiemelte, a Békés Vármegyei bíróságokra tavaly összesen 32.894 ügy érkezett, míg ennél 169-el több fejeződött be, ezzel csökkent az év végén folyamatban lévő ügyek száma. Alapvető elvárás egy bírósággal, egy bírósági dolgozóval, egy bíróval szemben az, hogy az ügyek, amelyek érkeznek, legalább annyi ügyet fejezzen be, mint amennyi érkezik meghatározott időintervallumon belül. Ezzel lehet elérni ugyanis azt, hogy az elhúzódó pertartam ügyek és a folyamatban lévő ügyek száma ne növekedjen. Ezt az alapvető vezetői elvárást Békés Vármegye bíróságai és bírói az elmúlt években, évtizedekben maradéktalanul teljesítik, és ezzel érhető el az, hogy évről évre csökken a folyamatban lévő ügyek száma. A gyulai törvényszék 2023-as ítélkezési tevékenységére az időszerűségen és a szakmai helytállóságon kívül a megalapozottság is jellemző volt, hiszen az eljárások döntő többségében elfogadták az elsőfokú bíróság döntését.